egymással. Összeismerkedtünk vagy 3 éve az Úrimuriban, használtam zenét, és hát valahogy egy beszélgetés folyamán adódott, hogy jó volna, ha valamit csinálna színházunk számára, valami egészen különlegeset, nekünk szólót, megfelelő, méltó témában, olyas valamit, ami könnyebb, mint az opera műfaja, más egy kicsikét, mint a musical, szóval olyan Szarka Tamásosat, olyan gímeseset. És ott az első beszélgetésünkkor elárult, hogy neki van egy Mária témában egy vázlata, egy gondolata, igazából még gondolata. És így kezdődött a dolog, és többszöri találkozásunk eredményeként van most meg ez a szöveg, és ez a gyönyörűséges zene hozzá. És mennyire alakul ez most is? 10 napja csinálta meg egészen friss ötletből adódóan a megölt gyerekeknek a dalát, egy gyönyörűséges szöveget és zenét írt, és valahol az előadás fénypontja lesz majd, ez egészen frissen született. Ez úgy is az egész, ne félj, bármi történik, ha bármi van Isten, akkor nem kell félni. Bármi. Könnyed szörnyed szabad szívem fogad, mindent meg... Vége az a szeretet himnusza. Tehát a mindenek fölötti győzedelmeskedése a szeretetnek. Tehát itt sok mindenről szólunk. Rengeteg mához szóló, mából született gondolattal van tele a történet. A reményt kapjuk vissza, Mária a fény, leány a fényt hoz, hozza nekünk a megváltót, és ezen fölül, vagy ennek a legzárásaként a szeretetről énekel mindenki egy gyönyörű himnuszt.